A Sátoraljóújhelyi vad és halétel főzőverseny a térség legnagyobb gasztronómiai eseménye. Idén több mint 80 csapat részvételével zajlott. A város polgármestere a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy a főzés mellett a cél, hogy a jelenlévők jó hangulatban töltsenek el egy napot. Annak idején, mikor ez a program elindult, még a Magashegyen, akkor az volt a cél, hogy akik oda feljönnek, akár főznek, akár kóstolnak, azok egy felhőtlen napot találjanak maguknak nyáron. És ez megvalósult. És a mai napon is, hiszen szép kellemes időnk van, nagyon-nagyon sokan vagyunk. A térség országgyűlési képviselője szerint a főzőversenynek kiemelt szerepe van a térség turizmus fejlesztésében is. Ez nagyon fontos, hogy minél több olyan rendezvényünk legyen, ami ide vonza a turistákat, nem csak a környező falvakból, hanem a távolabbi vidékekről, és akik először járnak itt, biztos vagyok benne, hogy visszajönnek. A pénteki mászófal központ átadást követően Svájc magyarországi nagykövete és delegációja a gasztronómiai eseményen is részt vett. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam erre az eseményre is. Az országok közötti barátságok erősítése céljából nagyon fontosak ezek a kulturális események. Fontos, hogy az országok képviselői jelen legyenek a helyi lakosság számára kiemelkedő jelentőséggel bíró rendezvényeken. Örülök, hogy benevezhettem a főzőversenyre a saját csapatommal. A nagykövetségről hoztam szakácsokat, akik vaddisznófilét készítenek cseresznyével. Amatőr és profi szakácsok, vadász és baráti társaságok, szervezetek és cégek készítették vad és halételeiket. A főzés mellett legtöbben a rendezvény közösségépítő szerepét hangsúlyozták. Azért fontos nekünk, számunkra, hogy a vadászok itt összegyűlnek, tudunk beszélgetni, és olyan vadász kollégákkal, akikkel nagyon ritkán találkozunk, azokkal itt van lehetőség, és akkor mindent meg tudunk beszélni. A versenyzők mellett a családok apraja nagyja is talált kedvére való programot a rendezvényen. Az eseményt koncertek, táncbemutató, solymászat, játszóház színesítette többek között, de bemutatkoztak az alpesi kürtösök is. Nekem egy a célom, hogy itt mindenki jól érezze magát. Ezt úgy lehet elérni, bármilyen jellegű, legyen egy főzőverseny, legyen egy családi nap, akármilyen jellegű is az a rendezvény, kell, hogy mellette legyenek olyan kulturális programok, amelyek a kicsiket, a nagyokat, idősebbeket, mindenkit tehát megmozgatnak. A főzőverseny zsűrije 5 kategóriában hirdetett eredményt. A szakács kategória győztese az abaúi szakácsok csapata lett. A legízletesebb halételt a komlóskai pusztavárvadásztársaság tagjai készítették. A történelmi ételek kategóriát a Csipet csapat nyerte. Amatőrök között a CERTA TMK team készítette a nyertes ételt, a vadász kategória első helyét a karcsai földtulajdonosok vadászati közössége szerezte meg.